libák, meg falevelek, meg ősszel, meg csillagok. A kisebbek nemrég készítették, az idősebbek pedig már évek óta őrzik és vigyáznak azokra a lámpásokra, amiket évről évre kézbe vesznek, hogy azzal vonuljanak fel. A szekszárdi Baka István általános iskolában már régóta tradíció a Mártonnapi program. Most már 22 éve van ez a hagyomány iskolánkban. Ez egész napjukat belengi a német nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekeknek a Mártonnap. Délelőttökön már a német órákon is ezzel foglalkozunk. Délután az alsósok kézműves foglalkozáson vesznek részt. Az ötödikeseink ebben az évben egy forgószínpadszerű vetélkedőn mutathatták meg tudásokat. A hatodikosok voltak azok, akik a kiflit, a híres nevezetes Mártonnapi kiflit sütötték meg népismeret óra keretében, amit hogy a lámpionos felvonulás után a gyerekek a Márton jó cselekedetét megemlítve, vagy emlékezve ketté törnek majd az aulában. És most 16:30 kezdődik a lámpionos felvonulás, a gyerekek elkészítették az elsősök az első lampionjukat, az idősebbek pedig már korábban elkészített lampionjukat hoztuk ma magukkal, és ezzel próbáljuk színesíteni itt az iskola környékét. Minden évben nagyon várják ezt az eseményt, nagyon készülnek rá, nagyon élvezik, és fontosnak tartjuk a hagyományápolást, és ezért tartjuk minden évben ezt a Mártonnapi felvonulást is, hogy ez a hagyomány fennmaradjon. Minden évben folyamatosan bővítjük az ismereteiket, azért ezen a napon már a picik és az elsősök is tudják, hogy mi az, ami a Mártonnaphoz kapcsolódik, miért ünnepeljük Márton és az ő jó cselekedetét, de igen, ez egy napra korlátozódik itt nálunk, de természetesen a munkáik, azok a folyosókon ki vannak állítva, illetve a fali újságot is díszítik. Körülbelül 100-150 kisgyerek az, aki ma felvonul, de természetesen vannak, akik hozzák a kistestvérüket is, akik majd ebben az iskolában fognak járni, úgyhogy minden évben egyre többen leszünk. Hallgattunk Mártonnapi dalokat, meg kézműveskedtünk róla. Megbeszélgettünk róla, néztünk mesét. És bebújt a libaolba, már nem szeretett volna pap lenni, és egy püspök lett belőle végül. Azt tudjuk róla, hogy ez egy nagyon-nagyon jó nap, Szent Mártont ünnepeljük ilyenkor. Van sok kézműves foglalkozás, felvonulunk a lámpásainkkal, kiflitterünk, teázunk, és ez egy nagyon jó dolgok egyébként. A Szent Márton, hát télen egy nagy hóviharba elment a lovával egy várba, elindult, és egy találkozott egy szegény emberrel, aki nagyon-nagyon fázott, és a kardjával felbevágta a köpenyét, és odaadta neki a másik felét. A Tolnamözsi Zöldkert óvodában a német nemzetiségi hagyományok ápolását rendkívül fontosnak tartják. Ennek következtében a Mártonnap kiemelt jelentőséggel bír az intézmény életében. A tradíció több tíz éves múltra tekint vissza. És örülünk, hogy immár együtt ünnepelhetjük a családokkal Szent Márton ünnepét. Egy kis műsorral készültünk a gyermekekkel, amelyre nagy-nagy örömmel készültek a hét folyamán. Utána egy közös táncra invitálnánk a szülőket is, Molnár Orsi kíséretében, zárásul pedig a megszokott lámpás felvonulással zárnánk ünnepünket. Egész hetes Márton projektet hoztunk létre, a hét folyamán különböző programokkal készültünk a gyerekeknek, kézműveskedtünk, lámpásokat készítettünk, süteményt sütöttünk, verseltünk, meséltünk, mondókáztunk, illetve megismertük Mártonnak a legendáját, amely során kiemeltük azokat az értékeket, amelyek a gyermekek számára nélkülözhetetlenek a mindennapi életünk során, mint például a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet és a segítőkészség. Novemberi csütörtök, vidám ez a sütőtök, világít a semmürege, pedig nincsen semmüvege, csak egy tökfej kalapja, gömbölj az alakja.
közepére mécses, ha megsütjük édes. Szent Márton jóságáról és szerénységéről már életében legendák keringtek, hívei meg is akarták választani püspöknek. Ő azonban sorsa elől menekülve, szerénységből inkább elbújt a libák oljába. A legenda szerint az állatok gágogásukkal árulták el Szent Márton búvóhelyét. Az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Tehát gyakorlatilag a Márton, Szent Márton története a liba történetével így összekapcsolódott. Maga a liba alaknak a megjelenése, illetve a legenda történetekben való megjelenése, az viszont egy későbbi dolog volt. Tehát mi is a tudományos kutatás is feltételezi azt, hogy a libának, mint attribútumnak való megjelenése az a 10. századtól kezdődhetett meg, és a művészeti ábrázolása, amiről ma a tudomány meg a művészettörténet tud, az csak a 15. századi, az első ilyen ábrázolás. Valószínűleg, hogy ez összefügg a keresztény egyháznak azon törekvésével, hogy a régi pogány hitvilágnak a tételeit keresztény jelképekkel fedjék el. A magyar királyok védőszentje volt Szent Márton. A legendák szerint Szombathelyen Szent Márton szülőházára épül rá már az ókeresztény időben az első ókeresztény templom, amit a későbbiekben és az évszázad viharaiban a későbbi templomok követnek, de mindig ugyanazon a helyen tartva azt az elgondolást, hogy Szent Márton szülőháza ezen a helyen élt. Ugyancsak ehhez kapcsolódik az a történet, hogy a mai Szent Márton székesegyház helye, az tulajdonképpen Szent Márton szülőháza volt. Na most innentől kezdve nem nehéz azt a kultuszt megmagyarázni, azt a szentséget, ami Szent Mártonhoz kapcsolódik egész Magyarországon, és ez leginkább a Dunántúlra jellemző. A néphagyomány szerint november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek, ekkorra fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és a bér mellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap már kezdődött a 40 napos böjt.